Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Nagy öröm, hogy sor kerül a mai napon ennek a megállapodásnak az aláírására. Ennek az a neve, hogy a keleti partnerségi megállapodás 2. Azért 2, mert már volt egy ilyen, a keleti partnerség 1 megállapodást, az másfél évvel ezelőtt Ungváron írtuk alá, ugyanebben a körben. Nagy örömünkre szolgál, hogy Ivan Balogha úrral egy ilyen gyümölcsöző együttműködést tudtunk kialakítani, és hogy ebben az együttműködésben Brenzovics László, a Kárpát-tavéri Magyar Főiskolai Alapítvány közreműködő szervezet szintén egy nagyon professzionális és sikeres munkát végzett az elmúlt időszakban, ami följogosít bennünket arra, hogy az elkövetkezendő időszakban a keleti partnerség 2 megállapodás során is ugyanilyen eredményesek leszünk. Fontosnak tartom azt, hogy most, amikor a keleti partnerségről a Vilniuszi csúcs találkozó után nagyon sokat beszél a nemzetközi politika, lássuk azt, hogy ennek a keleti partnerségnek ennek vannak hétköznapjai is. És a keleti partnerség hétköznapjai azok arról szólnak, hogy nagyon gyakorlatias együttműködést alakítottunk ki Kárpátalja megyével az elmúlt időszakban, és ez folytatódni fog. 56 intézménynek a felújítására került sor, 1 millió dollárral járult hozzá a Magyar Állam az első keleti partnerségi programhoz, és most a második programhoz, amely egyébként a jövő év végéig, 2014. december 31-ig fog húzódni, további 500 000 dollárral járul hozzá a Magyar Állam kárpátaljai oktatási, kulturális intézményeknek a energiahatékony nyilázáró cseréjéhez, tetőszerkezetének a felújításához, általános felújításához. És ezen programok közül szeretném kiemelni azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási Intézmények kiemelten részesülnek ebből, így a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola Beregszászon, illetőleg az Ungvári Egyetemnek a magyar kara, és hasonlóan most egy kiemelt elemként kerül bele az új programba a Beregszászi Állami Levéltár felújításához való hozzájárulás. Tegnap mindannyian értesültünk arról, hogy Oroszország 30%-kal olcsóban fogja adni Ukrajnának a gázt Putyin-Janukovics megállapodás eredményeképpen. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy elvégeztük az előzetes vizsgálatokat, és az egyes intézményeknek a fűtésszámlája 45%-kal csökkent. Annak eredményeképpen, hogy ezt az energiahatékonysági programot megvalósítottuk Kárpátalján. Ez a mi hozzájárulásunk Ukrajna energia szuverenitásának a megerősítéséhez. Kárpátalja természetesen Ukrajna része. A magyar-ukrán kapcsolatok az elmúlt években nagyon látványosan fejlődtek. Kárpátaljával a kapcsolataink azok kifejezetten barátiak voltak. Az elmúlt időszakban mind a kormányzó úr, mind a megyei tanács elnökének köszönhetően, és azt is elmondhatjuk, hogy az európai integráció folyamatában azt tapasztaltuk, hogy a kárpátaljai megye egyfajta mozdonyként húzza maga után Ukrajnát. Most, hogy nehéz időket él át Ukrajna, bízunk abban, hogy az európai integrációnak a folyamata az folytatódik, és ez Magyarországon semmiféleképpen nem fog múlni. Magyarország támogatja a független, szuverén, erős Ukrajnát. 23 éve ez a külpolitikának az egyik sarokköve, és a mostani aláírás is ezt hivatott alátámasztani.
a mi szavaink és a mi gyakorlati tetteink azok összhangban állnak egymással, és erre fogunk a jövőben is törekedni. Köszönöm szépen a figyelmet!